következő riportból megtudhatják. Hogy itt felsorakoztak a fiúk, ebben a felállásban 1964-ben kezdett el játszani a csapatát, 31 évvel ezelőtt. Zsoldos Jenő a gitárnál. A másik gitárnál Szentgyörgyi József, Szennyes. Külön ezért jött haza Németországból. Bírces Laci meg külön ezért jött haza Magyarországba. A basszus gitárral. Ebben az első felállásban Csizmadia Józsi dobolt. Ő sajnos nem érte meg ezt a mai emlékkoncertet. Emlékezzünk azért rá. A Csizi. Ő volt a Csizi. Gondolom mindenki ismerte. 64-ben ezzel a csapatban kezdett. Ma Szabó Latika helyettesíti. A kezdő csapatban még benne volt Sárkány Károly is. Sajnos ő sem él már a Buksa. Rá is emlékezünk ma majd itt. A billentyűs hangszereknél Herman Tamás Kuksi. Ő most nem fog játszani, csak azért mondtam be a nevét, mert ott áll ott Szikla Szilárdan, támogatja ott a billentyűs hangszert, nehogy valaki elvégezzen. Cselből állt oda. A zenekar 1964-ben a nevét, azt, hogy Szebecs, azaz Vadolcok, egy Shadow szám címéből vette. Itt mellettem áll Ponti, talán emlékeztek rá, hogy 1966 környékén a Pannonia nagyteremben elég sokat játszott a Szebecssel. Ő volt a zongorista. Amikor Ponti elment a zenekarból, utóda nem más lett, mint Herman Tamás. A nagy Herman dinasztia tagja, és egy régen látott ember itt a zenekarban, tehát szervezett. Bundát ismeritek? Megismeritek még? Meződi József, mikor kerültél te a zenekarhoz? 62, tehát a zenekar megalakulása előtt a Dunda már a zenekarban énekel. Akkor a tied a mikrofon. Nem egyeztetünk időpontot. Hát ez az, majd legközelebb megbeszéljük. Keep the light and then go and turn across the throne. How sweetly can a sea see a crow and call out for more. Rumors falling harder as the ceiling breaks. When we call upon our dream, though it ain't a brighter dream. And so in this garden, as the neon toes still, first the face just goes deep, the no water shed of me. Reason,
and a troubled flight to sea. Like a wounded drum I played for, but not a left you for me. On a 16-wheel Georgy, believing for the gold. So far just goes deep, but no hour shall I be. Nem véletlenül ülünk itt a Baranya Televízió egyik technikai helységében. Úgy tudom, ha jók az információim, hogy film készül a csapatról. Igen, most tulajdonképpen ez a film, ez teljesen rádióhasználattal készült, eredetileg ilyen szándékkal készült. A zenekar a közönségnek annyi örömet okozott, akkor a tábora volt, amiből mondjuk az is következik, hogy bizonyítja, hogy a projektben hány ezer ember összejött. Ezek körül nagyon sokan Kanadából, Svédországból, Németországból jöttek haza a koncert hírére. Elhatároztuk, hogy ezt megörökítjük, és a zenekar tagjainak ez egy emlék marad. Tehát végül is ez egy ilyen céllal készült ez a film. Milyen személyes egyéni indítatás van-e mögött? Hát annak idején idősebb rokonaim hatására én is jártam ezekre a koncertekre, és nagyon jól éreztem magam. Nagyon sok ismerettséget kötöttünk annak idején, és ezekkel az ismerősökkel nagyon jó volt találkozni. Végül is az egész koncert ezért jött létre, hogy a régi barátokat összehozza, és emlékezzünk egy kicsit a régi időkre. Na most ez a film, ami készül, ez mikor fog forgalomba kerülni, mikor láthatják az érdeklődők? Most a forgalomba kerüléssel kicsit csinyán kell bánni, mert végül is aki látta a koncertet, azt is láthatta, hogy végül is ez nem egy profi körülmények között felvett műsor volt. A világítás egy szemlámpa, a hang felvétel nem egy keverőpultról történt, ahol különböző dolgokat, hangszíneket ki lehetett volna keverni. És tulajdonképpen az volt a szerencse, hogy előtte a próbán csináltunk egy-két felvételt, és kiderült, hogy a hang az abszolút használhatatlan, amit ilyen kis kézi kamerával felveszünk. Nem egy profi felvétel, hanem ez egy kis Sony kézi kamerával készült, egy Video 8-as technikával. A saját mikrofonjával vettük fel a próbát, és sajnos a különböző hangszorokban jövő hang úgy keveredett, hogy ez ilyen veszítetlen volt. Most utána jött az a
megoldás, hogy mivel Poszics Attila rádiótól datra rögzítette a műsort, mert később megvágt későbbi felhasználás céljából, én a datra csatlakoztam egy hálózati, tehát egy hasonló készülékkel. Azzal felvettem a hangot, és egy kézikamerával csak a képet, és most a kettőt vágjuk éppen össze. Illetve azt, amire nincs szükség, azokat kivágjuk belőle. Maradunk a Beatlesnél, a harmadik Beatlesnél, ha megpróbáljuk eljátszani, nem biztos, hogy úgy sikerülni, de annak idején. Koncert végül is 6 órától éjfélig tartott, ebből 3,5 óra tiszta játékidő volt. Itt nézem a listát, amin a számokat rögzítettük, több mint majdnem 58 szám szerepelt, azon túl kevés önzenekar van, aki egy koncerten ennyi számot játszik, és azt mondjuk egy kiváló minőségben játszott, tehát ezeket úgy most össze kell vágni, hogy az rendes legyen. Most tehát amennyiben lesz ebből egy használható anyag, akkor majd a későbbiekben lépünk, de egyelőre ezt kell elkészíteni. Figyelembe véve a daloknak a számát, milyen hosszúra tervezik ezt a filmet? Két eset létezhet, hogy egybe vesszük fel, ami mondjuk nem szokásos ebben a műfajban, inkább az a 106 perc az, ami szokásos, vagy 2-3 részletben. Tehát egyelőre most az egészet megvágjuk. Gyerekek, engedjétek meg még egyszer! Nagyon köszönjem a részvételeteket, és ebben az örömteli pillanatban szeretnék. Köszönjük szépen! Gyerekek, egy pillanatra figyeljetek ide! Egy perces némaságot kérek szépen! Sárkány Károly és Csizmadia Józsi emlékére. Nagyon szépen köszönjük. Azt még ne felejtsétek el, Herman Feri bácsi, szintén az előbb kifelejtettük, bár mondjuk nem a zenekar tagja volt, szintén kellemes emlékünk, és mindenki szívébe őrizze meg. Nagyon-nagyon köszönjük két kedves kollégánknak, hogy az előbb említett két
elhunyt testvérünk helyébe lépett Dingó János a szaxofonnál és gitárnál, Szabó Laci pedig a dobnál. Nagyon köszönjük nektek, hogy ezt a mai estében segítkeztetek és sikerült létrehozni. Köszönjük! Remélem fiatalodtok vagy úgy 20-30 évet. Mert mi igen. Nagyon boldogok voltunk, hogy találkoztunk mindenkivel. Hosszú-hosszú évek óta. Sajnos mindennek ennek is vége van. Köszönjük szépen! Szevasztok!